Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 16.1 46. epizódja. Egészen pontosan onnan folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk, még az eldobott loot is ott van a földön, úgyhogy láthatjátok, hogy mi újság. Tovább megyünk itt a laborban, és... Oh shit. Hi. Azt hiszem, itt egy kicsit megváltoztak a dolgok a legutóbb óta. Volt itt egy sugárzó zombi, de a távolabbi asztalon feküdt, és nem egy rendőr zombi volt. Hínye! Na téged hogy intézzelek el? Tehát itt vagyunk még mindig a Higashi házban, vagy laborban, vagy minek nevezik ezt. Oh my lord. Na várjatok egy kicsit, gondolkodjunk. Ez itt mennyit? Hú! Sok. Ez itt 3000, azt már tudjuk. Igazából azt is megvárhatom még ki. Kiszenvedi magát? Oké, akkor én most angolosan távozok a másik irányba. Jesus! Fuck you, man! Oh no! Ez mi? Ez ruhaanyag! Ez ruha! Ruhával van bedeszkázva ez a... Oh my lord, illú! Ezek mind ferálok. Oké, itt viszonylag jó fedezékben vagyok. Jézusom! Mi ez a sound effect orgia? Ah, megvan. Van ki a ludas. Jesus. Ajaj. Oké, kicsit visszavonulunk. Holy! Holy! Tessék megdögleni! Jó, jaj, kifogyunk a skúlóból, basszus! Holy! Oké, ez egy kicsit gyászos lesz! Ojjaj! Yesum Pepe! Yesum Pepe! Ez így bajos. Ó, jaj. Oké. Feral putrid girl, üresen. Jaj. Oké. Ó, jaj, és most megint visszarakott minden zombit mindenhova? Ezt tudom értékelni. Főleg, hogy most kifogytam a vadászpuskából is. Nem akarom, hogy ilyen csúnya véget érjen ez a kis kalandunk. Oké, gondolkodjunk egy kicsit. Ebben még van egy kevés lőszer. Odabent elszabadultak az indulatok, sok-sok ferállal. Odafönt is volt valaki, őt le kéne csapni, hogy ne okozzon több problémát. Hova lett? Jaj, ez a spider, ez annyira idegesítő. Itt van. Jajjaj. Hú, ez mi volt? Maradjál nyugton, öcsém. Ó, oh, level up. Nice. Jó. Valahogy ki kéne bikkelni azt a rendőr zombit onnan. Ő most az elsődleges célpontunk. Hi. Ki vagy? Nem már. Aj, nem már. Aj, nem már. Beugrott az öreg is. Hol vagy? Haló? Haló? Látlak ám? Aj, basszus. Hú! Jaj, ne, mellé. Ne legyek már annyira potétó. Jö, előttem fölötte, de jó. Na jó, akkor csak... Ó, megint máshol van az én basszus. Te is az én jó öreg compound bobom, mit szólsz hozzá, öreg? Esik az eső? Mi volt ez a hang? Nyitva van az ablakon, mert be akarok engedni egy kis friss levegőt. Egész éjjel ment a gép konvertált. Egy kicsit befűtött. Hi.
Bébe. Az mi volt? Ne lőj már el fölé. Ajaj. Ajaj. Amikor itt táncikál, akkor elég nehéz eltalálni. Főleg, hogy megint nem ott van az aim, ahol eddig volt. Jaj, bassza meg a... Jaj. Most ez mi? Ah, basszus. Nem akarod fölrobbantani magad? Amikor... Itt az end. Itt a vége. Jöttem föl. Azon a lyukon. Jaj, bassza meg. Az már damage. Hát szerintem nem sokan vállalkoznak erre, hogy leíjazzanak egy ilyen dögöt. Nekem se kéne, az az igazság. Jaj! Megint köp. Köpködsz? Miért köpködsz? Ne légy illetlen! Még a rágódat sem köpni, sem szabad kiköpni, azt is papír zsebkendőbe csomagolva tessék a kukába dobni! Úristen! Van HP rendesen. És most elhúzunk mellette. Akkor is kinyírlak, basszus. Így vagy úgy, de meghalsz. Azért azért nyomkövetős hányása van az öregnek, az már tény. Valaki számolja majd az íjakat, hogy... Hú, bassza meg. Az igen. Azt a tárat, ahogy van, be is nyerte. Végre. Hú! Jó, hát a loot az oda, de nem is hiszem, hogy túl sok jó lett volna benne. Jesus, egyelőre annak is örülök, hogy túléltem. Együnk, igyunk. Előttem egy csomó lőszert. Mi volt ez a hang? Úr, remélem nem hallottátok. Valaki sípított odakint az udvaron. Oké. Na, menjünk tovább szépen. Itt... Egyelőre. Maximum health. Nagyon jó. Nagyon jó. Halló? Jó, ezeket mind átnéztük, úgy látszik. Egy bandage. És akkor volt még ideben néhány feláll, ugye? Halló? Jaj, nem már! Really? Ez az előbb nem volt itt. Pedig egészen biztos vagyok, hogy az előbb nem volt itt. És arra kell menni. Elhiszitek ezt? Ez nem igaz. Ez nem igaz. Oké, próbáljuk meg itt átmenni. Hő? Jó. Miért a sátorponyva? Én ezt nem értem. Miért pont sátorponyvával van itt elzárva? Lószart nem véd. Már elnézést a puritán kifejezésért, de most hirtelen ez volt a leg... kézenfekvő, ami az eszembe jutott. Oké... Itt ez a... Ja, ez a lift! Ez a liftakna, amikhozzá liftakna teteje. Hollé? What? Várjátok már, lecsúsztunk a... Lecsúsztunk a témáról. Na. Akkor is végigmegyek a higasi házon, ha belepusztulok most már. Hi. Nincs lőszerem, hagyjatok békén. Na jó, nézzünk körbe. Hát kő, ez kőkemény, gyerekek. Ez kőkemény. Van egy csomó kávé. A tudósoknak úgy látszik, rengeteg kávéra van szükségük. Hát kis remény, de talán ezekben még... Nem, ezekben már nincs lőszer. Hát ez fáj. Ez fájdalmas. Na jó, semmi gond. Semmi gond. Megoldjuk. Megoldunk mi mindent. És WC. Hát persze. Mi más is lehetne? Ez meg egy üres lab equipment. Oké, tehát ez itt, ez így ennyi. Ha csak... Hello!
Hi. Először nézzünk ide, Bencét, hogy lehet-e másfelé menni. Mert itt még van egy pár dolog, amit nem látom. Ugye itt jöttünk föl, de itt tovább nem lehet. Jaj. Hi, néni. Oh yeah. Taste my machete, bitch. Uh-oh. What? Aha, a preparált föld, az anyja úristenit. Na várjatok, akkor ide mászunk. Megint egy WC. Ki tudja, mikor lesz szükség egy tartalék WC-re, vagy egy szófára. Meg egy kabinétre. Jó. Black Hoodie. Utállak játék. Nagyon utállak játék. God dang it, mindegy. Itt hagyjuk. Mondtam, hogy ruhával nem fogunk szórakozni. Ja, de ez már megvan. Jó. Ja, és tele is van a izém, úgyhogy... Oké. Never mind, tele van a... bugykosunk már papírral. Egy egész tekket összeraktunk. És itt már nincs is sem más. Jól van. Kezd elegem lenni ebből az instant zombi spawnokból, de tényleg. Most már jócskán túl vagyunk a, az alfa megjelenésén. Most már tessék kijavítani ezeket, fun pimps, mert nem leszünk jóba. Rohadtul nem leszünk jóba. Meg ott mit keres? Büntibe rakta magát? Hát akkor hol a bejárat? Tuti, hogy nem a 3000 életerőpontos golyóálló üvegen keresztül. Nem baj. Akkor nézzünk egy alternatív útvonalat. Most már nagyon szeretném átnyalazni ezt az épületet és végre hazatérni. Oh, fuck me. Ah. Arra is van annyiféle minden, hogy az valami hihetetlen, de... Nincs valami olyan útvonal, ahol nem kell keresztül rágnom 8000 életerőnyi vasat. Mondjuk. Mert steelt nem hoztam, hogy szereljem a csákányom. Really? Oké, akkor a kinti utat választjuk. Nem a legbiztonságosabb, ha most meghalok, tuti pipa leszek. Majd igyekszem valamit kiügyeskedni. Hol is volt? Na, látok már egy kicsikét. Hol volt ez a... Hol a fenébe volt a lyuk? Ja, megvan, jól van, oké. Tudtam, hogy valahol ki kell mászni. Jó, odalent már voltunk, ott ugrabugráltunk a... Jesszusom, mekkorát lehet innen taknyolni. Ott az otthonunk. Várjátok, ez könyvespolc? Azt hittem könyvespolc. Oké. Jó, itt vissza is lehet mászni. Oda, ahol nem tudtam eddig bemenni. De először a táska. Persze, hogy üres. Természetesen üres. Ronin, nem tudom, mit gondoltál. Még lesz benne valami. Le kellett volna rakni egy vödör vizet, hogy tudjak mibe ugrani. Oké, ez itt egy... Ó, ezt tudom, melyik WC. Akkor viszont ide megyünk be mindenféleképpen. Hi! Nehogy felébresztétek. Na, ez a célkereszt pedig most tuti a fején volt. Na jó, kicsit lejjebb kellett. Üsse kavics, legyen úgy. Wrench, jó, nem baj, tudunk csinálni magunknak. Sokkal jobbat. Az kicsit szomjasok vagyunk, úgyhogy ez ellen teszünk. Minden alkalmat megragadunk, hogy tuningolhassuk a wellness-t. Jó. Az semmi. Az semmi érdemleges. Na, ha bármire számítottam, erre biztos, hogy nem. Hogy itt fogom a laborban egy nem is tudom mi ez, fiók? Fióknak híre, egy fiókban megtalálni a minibike-ot. Megvan, amiért jöttünk. Végigrágtunk egy freaking higarasi házat azért, hogy meglegyen, de megvan. Ne üssz szét a dobozomat! Bitch.
Te egy hitte. Oké. Fú, na jó van, szuper. Megvan a minibike-ünk, gyerekek. What? Jó, a gasberről, már föl is szedtem egyből, oké. Szép volt. Instant loot. Azt sem tudom mi az, de fölveszem. Jó, hogy ez nincsen ki beaknázva, vagy leaknázva, vagy nincs. Aj, hülye ruhák. Szép volt, Ronnie. Brown Danny. Hagyd már a ruhákat a gyavajába. Nem érdekes ruha. Padlock. Pasta! Aki tudja a referenciát, az írja le a komment szekcióba, hogy miből volt ez. Ó, oh, Lordi Lou. Ó, jaj. Oké. Megint problémákba ütköztünk. Oké. Shit is ott itt biztos magunkkal visszük. De mi helyet vigyük? Jó, nitrate powder, annyira nem lényeges. Most tényleg szivac játék. Komolyan. Az összes jó rucit oda dobja nekem, amikor nem kell. Ah, mindegy. Menjünk tovább. A tetőre mindenféleképp. Fuck you! Honnan jött? Onnan föntről. Tuti ott volt fönt. Csak oda nem néztem. Bitch. Alanya úristen itt. Na jó. Padlock. 832. szám szerint. Ha! Thank you! Ja, kicsit befoltozzuk magunkat. Nagyon jó. Oké, now healing. Frigó, semmi. Hát nem gondoltam volna, hogy pont itt fogjuk megtalálni a minibike-ot. Én most el voltam azzal, hogy oké, találtunk heavy lootot, szépen hazavisszük, és nekünk ez nagyon-nagyon very good lesz. Erre tessék. Minibike book. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy érdemes ezt a helyet is akkor korán meglátogatni. Jó, ezeket néztem. Oké. Jó, washing machine. Hello, Béla. Mizu. Tetszik a sérod? Not really. Jaj, de jó, hogy most jön erre a kukás autó. Az anyád szentségit. Oh. Ja, Jézusom, és még énekel is a kukás autós. What the fuck? Ez itt nyílik? Nem. Halló? Aha. Menj bel az angyal, mi? Öreg anyátok. Az a drága látos, kedves konyhás néni, az. Mert tudja, hogy ő az. De morci valaki. Júj. Oké. Hát bekajáltuk most azt a mézet. Na, van otthon antibiotikum. Nálunk is van antibiotikum, úgyhogy a mézre, mint gyógyászati segédeszközre már nem lesz szükség. Háj. Jaj! 2, 3, 8, 32, hú! Hányan vagytok még? Ketten? Kettőt láttam. Térdje kalácsa! Take an arrow in the knee, Skyrim choicey. Dead. Oké. Ezek közül csak az üveget tudom eltenni. Semmi. Mi a franc van itt? A Shenway fúdos cuccokkal. Van ott alatta is egy izé. Lüdi. Gun store? Nem mindegy. Oppá. Már megint. Van egy ötletem. Egy. Hát igen, végül is most csalok, mert ugye mondtam, hogy nem fogom használni azt a shotgun receptet, amit találtam. Na igen, a short shot. Jó, oké. De most helymegtakarítás véget egy kicsit. Kicsit csalunk. Mitől kéne még megszabadulni? Jó, rocket launcher. Igazából ez pénzben ér sokat, azért szeretném hazavinni. A pisztolyok még többet érnek. Good lord!
Az is... Úristen, oké, jó, akkor biztos nem kell. A duct tape is elég sokat ér, de azt meg tudok csinálni, úgyhogy a ja, rocket launcher. Gunstor megint. Antigrafe. Miért? Viszont az... oké. Oké, assemble. Jó, hogy, thank you. És akkor, nope. Ez pont szutyok és pont nem is jó oda. Úgyhogy ez scrappy, és akkor jön vissza a painkiller, mert pénzbe is jobb, meg értékbe is jobb. Plastic. Ja, hogy ez egy működő? Oh, hi. Oké. Good to know. Odafönt, mint hogyha így is van. Láttam volna egy semvé. A serital az jön velünk. Nincs-e még fönt valahol? Valami box? Nincsen, oké. Egyébként mennyire látszik ezeken az álmennyezeteken, hogy ez direkt azért lett kitalálva, hogy megszivassuk a játékost. Jaj. Váltsál, Ronin. Itt is voltunk, ott is voltunk, jó. Onnan jöttünk, megint csak jó. Akkor már csak ezek a dobozok vannak hátra, meg az, hogy még följebb kell mennünk. Tetőt azt szeretném elérni mindenféleképpen. Jaj, de jó. Vitamin. Csapassuk a wellness, csapassuk. Érdekes, wellness és vitamin szedek. Hát ez nem egészen az a wellness, amire az emberek az eszükbe jut elsőre. Construction site. De jó, hogy nem volt benne semmi, amit haza akarok vinni. Hi. Any zombie? Semvé. Igazából. Jaj, csak ne adjál pisztolyt, légy szíves. Most ne adj pisztolyt. Oké, okay, itt viszont ki lehet menni. Which is good. Érdekes, áll. Álszekrények, vagy nem is tudom, mik ezek. Azért elég durva... Jaj, mi volt ez? Elég durva megszedtük magunkat ólomból, meg ilyen nyavajákból. De király lenne, ha most ott lenne egy pocsolya, és bele tudnék ugrani. De ez sajnos nem az a játék. Itt meg visszamászunk? Azt mondja a gép. No. What no? Mit nem? No. Mi ez? Ez valami utalás akar lenni? Miért van olyan érzés, amit le fog szakadni minden? What no? What kind of no ez? Oké, okay, egyelőre itt jók vagyunk. Hi! Mi az a no? Bosszant! Oké. Okay. Ez egyelőre rejté. Hoho! Miért? Mit dobjak ki? Már megint! Pillanat. Jó. Hát, hogyha megtakarítok egy kis helyet. Nagyon jó, megtakarítottam egy kis helyet. Ez az. Ebbe is van egy kis lőszer, de azt most nem tudom. A francba! De tudtam! És az hova potyam be? Fogadok, hogy oda a izék mellé. Ja, a kísérleti alany zombik mellé. Úristen! Mekkora egy troll ez a Funpimps csapat? Ki a tököm tervezte ezt az épületet? Már nem azért. Jesus. Lab equipment. Hol is él? Jó, ez most itt marad. Nem tudok mit kezdeni vele. Ez üres. Na, munition box. Most fog rám szakadni a heavy loot. Ezt figyeljétek, a fat loot. Nem tudom majd hova tenni. A fülem mögé kis polcra. Hát ez nem heavy. Még csak nem is fat. De azért eltesszük, mert sniper rifle is az ritka. De hova tegyük már megint? Lamp of coal. Szia. Jó, merre menjünk ki? Ez itt a kérdés. Ez mi? Ó. Az is fém. Nem. Hello? Ó, oké, ez ilyen, oké. Oké, az csak egy ilyen kis cover. Hú, bassza meg. Az mi? Oké, fogalmam sincs, és erre megint csak nem lehet bemenni. Bannyek ez a játék?
Itt van az emelet, de nem tudok fölmenni, mert nem tudom, hol kell fölmenni. Na jó, keressünk valami lépcsőfeljáró szerűséget. Itt körbe-körbe vagyok, ott volt a lift. Itt nem tudok följebb jutni. Biztos, hogy van valami normál megközelítési útvonal. Oda ven, mintha még nem jártam volna, ugye? Majd gyorsan kell váltogatni a... Ah, fuck. Csákány meg a többi között. Ja, de, ott voltam bent az előbb. De akkor hol a lépcső? Nincsen lépcső, nincsen följárat. De fura. Op, de itt van, jó, oké. Oké. És megjöttünk a tetőre. Quick save! Vagy valami. Hi. 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 Halló? Ezt meg tudom olvasni vajon? Nem. Akkor ezt jelenti, hogy ebből már van egy. És ugye, hogyha miután azt felszedtem, tudom megint használni ezt. Jó. Hát valamitől meg kell válnom, mert a kezdberől az kell. Papír. Az lesz az. Az lesz az. Attól az nem érdekes. Jajjaj! Hú. Ez nem golyóálló üveg, és csak akkor vettem észre, mikor leléptem. Na, oda is föl lehetne? Húha, na várjatok, jó, haladjunk szépen sorba. Ez mi? Ez egy ultra dizájnos akármi. Halló? Hű, micsoda. Szűk szoba. Workstiff. Hey, hi! Ez vas, oké, akkor az nem kell. Nem tudom felszedni az olajat, nincs még nálam olaj. Basszus. Ken? Workstiff. Egy áron fel. Na végül is nem rosszak ezek, csak ugye most nekem pont nem ez kell. Oké, viszont a gond az, hogy akkor innen hogy megyek át? Itt? Keresztül? Hő? Hi? És akkor fákjákkal van kivilágítva, megőrülsz. No room. Oh my god. Jó. Hi. Dum-dum-dum. Oh, nem lehet átmenni. Mindig olyan magas volt a karakter, nem fértünk át ezeken a egyes lyukakon, ha googolunk? Úgy emlékszem, igen. Csak nem akarok hülyeséget mondani. Amihez már hozzászokhatatok, hogy általában sikerül, mármint hülyeséget mondani. Hi? Hi? No? Oké. Okay. Azt hittem, hogy tele lesz minden ferállal, meg ilyenek. Csak aztán ne kiabáljam el, mi? Oké. Okay. Transzisztor, meg mi? Hello, bello. Persze, hajolj le, kérlek. Rocky Balboka. Potato! Na végre. Esküszöm, PUBG-be jobban lövök, pedig az... ott aztán tényleg béna vagyok. Jepáhu. Na. Úgy, fekszik. Hi. Ó, van itt még. Fuck. Idáig följöttek az öltönyös csávok. Milyen menők már. Kijöttek levegőzni biztos. Lógtok a munkából. Mi az anyátok úristen, itt én lennék a főnökötök? Hú, de szépen táncol. Maga fogyasztotta alkoholt? Most már mindegy. Blueberry seed. Ó, ezek toltak valami köményet. Ma bemagoltak, tudjátok. Upszi. Azt lehet nem kellett volna. Na jó. Kis lead. Nothing else. Ebben van valami rejtett szomó, vagy most csak megint haluzok? De ennyire lesérült egyetlen lövéstől, mi ez itt? Ez itt lószutyok. Hát mi ez? 300-as HP-s nyavaja. Halló? Semmi. Jó, haladjunk. Sniping. Hup. Szép. Good lord, mennyire imádom ezt az íjat. Oké, akkor itt megint nem kéne leesni. Oké. Hi. Úgy érzem, mintha már körbeértem volna kétszer, pedig nem. Ott googolt valaki? Jól láttam? Nem. Megint egy kis bukkanó. Bökkenővel. És ott lehet fölmenni a parabolához. Nice. Hello. Ó, ez már megvan. Jól van.
fekszik több ember is. De volt ember. Ez feláll? No! Nincs egy kuló. Ott egy militári zombi. Kezdjük vele. Fuck. Gondoltam, bele is halt. Baszki! No, 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 ha, 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 és most hova jössz? Vagy hogy jössz hova? Upsi daisy, na ide nem tudtok utána jönni, fogadok. Amik a... Dagival még mindig gondjaink lehetnek. Ott a fat loot! Csak már nem tudom majd hova tenni. Visszafeküdt, vagy mi? Hol van? Ó, ott bontja az egész tájat, jól van. Fantasztikus. Akkor oda kéne betekerni egy íjat. Amolyan legolaszos módon. Legolasz? Tünde szemed mit lát? Kedzsa krumplit? Hol vagy? Azaz, headshot. Melegünk van. Miért van melegünk? Ledobtam a izét, poncsót. No, ledobtam. Ledobtam gönceim. Fuck, meg tele vagyok mindenféle. Mondjuk nem. Nem, ezek nem melegítenek. Mi a fenét csinál ez a hülye ott? Na jó, próbáljunk meg feljebb jutni. De jó jönne most néhány frame. Jó, ki, tehát csak igazából annyi az igaz, hogy rajtuk kéne átjutni a fat lootig. De Spider-Man megoldja máshogy. Jesus, mekkora. Ott a helyünk! Ott a helyünk! Nagyon egész faszán átlátni a táját, nem? Ott egy tábor. És hol van az a kereskedő, amit láttam? Ott fönt? Valószínűleg. Jó, oké, gyönyörűen telibe köptem a monitort 3 centiről. Oké, kihagyjuk a fat loothoz vezető heavy őrséget. Jó, innen nem tudok átugrani szerintem. Oj, de igen. Jaj, te jó. Viszont ez már nem fog menni. Azt a begyel mindenit. És meleg van, ne. Csak ezt ne. Csak ezt ne. Nem tudom magam lehűteni sehogy, basszus. Oké, itt most nagyon surmóba nyomjuk. Tornap. Arrowhead. Tudom, hogy használhatnám az arrowheadet, de... Hidden stash, újra szeretem. Itt a pénzmag, gyerekek! Itt a pénzmag! Pistol parts. Really, nigga? Oké. Okay. Szerintem le fogunk cserélni egy nagyon szutyok pisztolyalkat részt. Mondjuk ezt itt, ezt a 107-eset. Hozzá úgy. Ezt kikapjuk. Scrappeljük. És... betesszük. Olyan állatpisztolyt fogunk ebből összerakni, amint hazaértünk. Jajaj. A lőszer. Bakker. Maradjál detected, please. Maradjál detected, please. Maradjál detected, please. Maradjál detected. Még maradjál detected, please. Még egy kicsit. Lőszert sem hagyunk itt. Semmit nem hagyunk itt. Mindent elviszünk. A greed fog megölni, gyerekek. Komolyan mondom. A greed fog kinyírni. Jó, ez megvolt, megvolt. Az még egy hidden stash. Ennek lehetne valami más jelzése. Aj, Milit, bassza meg! Jó. 44, 31, 37, 13, 30... de rossz ez. The military bakker! Az a kéne vinni! Fuck! Jó, van nálam medikit. Bandage-et könnyű csinálni. Úgyhogy ez jön. De a többit már tényleg nem tudom, hogy mi a fenét dobáljak. Nem tudok mit eldobni, a military fiber az... Szerintem felhasználjuk úgy, hogy repair. Ja, és akkor kettő. Várjátok? Van rajtam is military. Egy pillanat. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó. Jó, végül is felhasználtam, úgyhogy kárba nem veszett. Zsír. Oké. Okay. Megvoltak a hidden stash-ek, mehetünk föl. Oké. Okay. Még mindig undetected. Nagyon jó. Így nagyon jó. Csak itt ne legyen fönt senki. Hi.
Most hirtelen nem tudom miért a lámpánál rohadtul megörültem, hogy ez most egy Gatling gun lesz. De nem, nem az. Lab equipment. Ó, azt hittem ez is hidden stash lesz, basszus. Minden hidden stashért már megérte feljönni, meg a mini bike bookért. Ne csináljátok, hogy ez mind üres lesz, mert agyon lövök valakit. Jó, a nitrate powder az nem számít. Really? Why? Oké, itt vagyunk a Higashi ház legtetején. Láthattátok az egész épületet, kivéve ugye leszámítva az irodai részleget, de azt a múltkor már megnéztük, úgyhogy azzal most nem foglalkoztam. Óriás ez az épület, rohadt nagyot lehet innen esni. És legközelebb a följövök, egész biztos, hogy fogok csinálni olyan preparációt, hogy építek oda lentre egy, mit tudom, 10x10-es szalmabálát, hogy Assassin's Creed módjára tudjak közlekedni, mert innen lemászni, bakker, horror lesz. Ráadásul éjszaka következik, hogyha le is mászok, egyáltalán nem biztos, hogy egybe hazajutok. És azt nézem, hogy itt van egy mászható része, de nincsen. Úgyhogy az lesz most a terv. Szépen visszarambózunk. Itt hagyjuk a rendőr zombit. Gyönyörű volt Ronin, ha még egyszer. Csak ne kelljen föl, csak ne kelljen föl. Jó, még undetected. Viszonylag könnyen leszedhetők ezek, úgyhogy ez nem egy veszélyes dolog. És innen szépen így gyamakaszi módon így... Ez az! Cool. Oké, most már csak a lefelé vezető utat kell megtalálni. Szerintem ezt az éjszaka folyamán meg fogom tenni. A lépcsőnél leverem a rácsokat, és ott fog... Várjatok egy picit. Hol a lépcső? Én mennyire el tudok itt kolbászolódni, basszus? Hol a francban a lépcső? Annyira nem vágom, hogy hogy van ez az épület, basszus. Hi. Te egy WC, amiben még nem jártunk. Oké. A grid fog elvinni, basszus, itt fog megdögleni. Ez vicces. Hogy? Pedig azt hittem, ki lehet menni. Itt a lépcső, oké. Mennyi életerje van egy ilyen dzsuvának? Holy shit, ez el fog tartani egy darabig. Na jó, én... Hogy van zárva, miközben nyitva van? Kőzöm sincs. Úristen, ez rengeteg ideig fog tartani, még itt lejutok, bakker. Ennek mennyi HP-ja van? Ugyanannyi. Basszus. Na jó, hát itt keresztül rágom magamat. A lépcső még mindig a legegyenesebb út lefelé. Holy moly, az a stamina degradation. Oké, besörözünk. Hát remélhetőleg gond nélkül le fogok jutni. Ha más nem, akkor holnap reggelre. Jobb ötletem nincsen. Ezt viszont nem szeretném, hogyha végig szenvednétek velem, majd... Hát mondjuk éjszaka jön, úgyhogy bármikor a nyakamba ugorhat valami. De majd odalent találkozunk szerintem. Oké, srácok, lejutottunk a legalsó emeletre. És hát a földszintre tulajdonképpen. Át kellett szaladnózzon a kacskaringós csővezetékes szobán, ami... Amiben találtuk azokat a hidden stash-eket, ugye... A nagy tartályok oldalába, oda lesz panót egy render zombi. Nem láttam, hogy hol van, de köpködött rám, hogy gyorsan elhúztam a csíkot. Most viszont itt az ideje, hogy lepacsizzunk erről a rohadt helyről. Hát nem volt egy leányálom lejutni, az már biztos. Próbálkoztam a lifttel, de ott nem találtam meg azt az aknát, ahol ugye ugráltunk körbe-körbe fölfelé. Illetve megtaláltam, csak túlságosan a lift alatt volt, én pedig szétkalapáltam a lift alját, abba reménykedve, hogy majd jól le tudok ugrani arra a párkányra. Igazából csak egy 8 emelettel számoltam el magam, úgyhogy simán belehaltam volna, ha megpróbáltam volna. De nem tettük. Most viszont hazafutunk, írigumburgum gyorsan. Még 6 a sör. Addig gyorsan kisprintelünk. A kifelét azt most így igazából nem tudom belőni, merre van. Erre van. Jó, oké. És haza. Szuper. Szóval, rengeteg cuccot találtunk, nagyon jó cuccokat találtunk, és ami a fő dolog, megtaláltuk a minibike bookot a 16. napon, úgyhogy annyira nem rossz, bár azért láttam komment szekcióban írkáltátok, hogy döntögettétek egymás rekordját, valakinek, valaki annyira lucky volt, hogy megtalálta a 4. napon az alkatrészeket és összerakta, úgyhogy, ja, GG, az szép, az szép, és hatalmas segítség a játék szempontjából, hogy ilyen hamar megtaláltad magadnak a minibike-ot. Mint ahogy azt már sokszor említettem, óriási mérföldkő a játék élmény szempontjából, ha az ember ideje korán össze tud magának rakni egy minibike-ot. Azt hiszem, ez lesz az egyik leghamarabbi nekem is.
Úgyhogy ezt még most este megcsináljuk, hogy reggel már szágultassunk. És akkor ugye adja magát, hogy most gyorsan megkeressük a kincseket, úgyhogy valószínűleg a holnapi napot kincsvadászattal fogjuk tölteni. Ah, végre itthon vagyunk, hála a jó égnek, már komolyan mondom, tériszonyom volt attól a fránya toronytól. Szóval kincsvadászattal fogjuk tölteni a következő epizódot, és hogyha megvannak a kincsek, akkor pedig... most jössz ide ugrabugrálni? Akkor pedig elmegyünk a kereskedőhöz és megnézzük a kínálatot. Remélem most lesz nála minibike alkatrész, hogy jó agyvérzést kapjak. Pillanat. Mennyi tudsz? Atya, úristen. Még így is, hogy le kellett mondanunk egy csomó mindenről, még így is rengeteg dolgot összeszedtünk. Bír. Old cash, nagyon jó. Ez többi az mind fegyver alkatrész, te jóságos atyaiék. Hol vagy te, mocsok? Te! Vidéki jó utcák. Lukki a fejed. Van nálad? Van nálad vadászpuska? Nincs. Né, túl szép lett volna mi. Na de, most már azért nézzük a dolgokat. Azt mondja, csak és kizárólag a szít kell. Azt hiszem, hogy a gyapottal lesz a problémánk. Ja. Szít, minibike szít. 3 darab gyapot kell. A többi az mind megvan. Run. Nem tudok jobbat. Lehet, hogy a kertemben már megtermett. És igen, megtermett. Nagyon jó. Egyelőre a gyapottal foglalkozok, semmi mással nem. Na, fölvettem egy egy aloeverát. 52-t. Főleg még egyet csinálok krémet magamnak. Csak úgy, mert megtehetem. Aztán megcsináljuk a minibike seatet, fölpattintjuk a mocira, és megnézzük, hogy más alkatrészeket meg tudunk-e csinálni. Mi kellett hozzá? Seat. Azt mondja, 3 kotor megvan. Short iron, leather, duct tape. Dolakacsa. Short iron, leather, duct tape. Né. Minibike seat. Egy. Crafting. 19 másodperc. Tökéletes. Nem drop. Félre nyomtunk. Erre szípsz, erről a krím, tánko jó, egy darab jó. Nagyon jó. Csak hogy legyen nálam ugye egy bandage is, hogy szó ne érje a ház elejét, mert azt mindig hordok magamnál, de most ugye nem jutott rá lehetőség. 300-as. Egy perc türelmeteket kérem. Ó, kiolvasztottam egy csomó mindent, jó. Oké. Mini bike chases. Ja, hát ja, ehhez most kéne úgy körülbelül 20 clay, nekem nincs annyim. Úgyhogy egyelőre avval dolgozunk, amink van, és a 16. napon kész a mini bike. Kell szereznünk rá egy kosarat, de ez szerintem nem lesz annyira nehéz. Továbbá ezt a handlebart, ezt egy kicsit rendbe rittyentjük. Van nekem itt, van ám, repair kitem, nagyon jó. De nem is romlott túlságosan sokat. És kész is van. Fuel tele. Minden. Pöpec. Többi alkatrészen majd összeszedjük hozzá, amit javítani akarok. Jól van. Aloe cream. Ebből kéne egy cloth fragmentes megoldás. Tudom, kidobtam 5-öt, de láttátok a szükség törvényt mondott, úgyhogy igazán nem róhatjátok fel nekem. Na most kitározok az összes pisztolyt. Ezt akartam mondani. Csak valamiért ráharaptam a nyelvemre így menet közben. Oké. Okay. Jó. Ja, persze. Oké, okay, szuper. Jó. Hát puskalőszerem az nincsen. Úgyhogy a vadászpuskát szerintem elküldjük pihenni egy picit. Hú, de azért ezt még... Azért ezt még összerítjentjük, hogy meglássuk, hogy milyen dolgot kapunk belőle. A felesleges dolgokat ledobáljuk. Hát az epizód vége most már ez lesz, hogy összepakoljuk a cuccokat, amiket felszedtünk. Nézzük, ez a miénk, ez pedig amit szereztünk. Az a lila stock az nagyon adja. Az nagyon adja. Úgy 600-as stock. Yes. Yes plusz. Oké. Okay. Ez is nagyon jó. Hol van az ilyen alkatrész? Ja, nem volt. Oké, okay, jó, oké. Okay. Assemble, pif, puff, puff.
Kék hunting rifle. Thank you. Na jó. Ez is megvan. Akkor a pisztolyba... Hát szerintem sokat varázsolni nem tudunk. 3-20, 3. Aha, ebből jó lesz a dolog. Na de ezt akkor halasszuk egy kicsit el. Mert hamarosan hajnalodik, és nem akarok elcseszni a következő videóból semennyi időt sem. Úgyhogy legyen elég mára ennyi, itt befejezzük, a következő epizódban innen folytatjuk, és hát meglátjuk, hogy mivel szolgál a kereskedő, és hogy mivel szolgálnak majd a kincsek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, dobjatok egy lájkot, úgy érzitek, hogy megérdemlem, a következő részig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok!